Mind a bevallott vendégészakák száma, mind az adóköteles vendégészakák száma, ezzel együtt a beszedett adóösszegek is azt mutatják, hogy Eger egyre keresettebb idegenforgalmi célponttá válik. Az év első három hónapjában, különösen januárban szembelt lő a változás. Ebben a hónapban több mint 5000-rel nőtt a vendégészakák száma, míg a február 4000-rel lett több. A március már közel azonos, de még így is közel 2000 éjszakával több, mint 2013-ban. Ezek az adatok különösen pozitívnak mondhatók, már csak azért is, mert a történelmi belvárost megújító nagy beruházási program kellős közepén tartunk, illetve ezzel párhuzamosan a várban is folynak az építkezéssel, korlátozással járó turisztikai fejlesztések. Ezzel együtt, vagy éppen ezért is, nagyon sokan, egyre többen kíváncsiak Egerre. A város a saját kommunikációban tudatosan nagy hangsúlyt fektet a megújuló Eger gondolatára. Az a cél, hogy akik most ellátogatnak a városba, bizonyosan visszatérjenek majd, hogy megnézzék, miként újult meg Eger belvárosa, valamint remélhetőleg kíváncsiak lesznek arra is, milyen új attrakciókat nyújt számukra a megújult egri vár, olvasható a város közleményében.